Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként egy stúdióbeszélgetést a Tovafutók Sportegyesület elnökével. Kérem, tartsanak velünk! Köszönöm a stúdióban dr. Péntek Zoltánt, a Tovafutók Egyesület elnökét. Jó estét kívánok, elnök úr! Közel egy éve alakult meg a Tovafutók Egyesület, és én úgy érzem az elmúlt egy évben, illetve hát ahogy az események zajlottak, hogy nagyon erősen belekezdtek önök ebbe a munkába. Nemrég volt ugye egy záró rendezvényük, értékelő rendezvényük. Önök hogy látják? Hát tényleg mozgalmas évet hagyunk magunk mögött. Ugye az első dolog az, hogy egyáltalán a bírósági nyilvántartásba vételen és a különböző hatósági járásokon sikerült azért túlzuhanni, és hát az első nagy feladatunk az az első Tovafutók napnak a lebonyolítása volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok munkával, de sikerült ezt a rendezvényt tényleg színvonalasan és nívósan megtartanunk, és ezt a hagyományt szeretnénk jövőre is folytatni. De akkor, amikor a versenyszervezést azt egy kicsit szüneteltettük, akkor mi magunk is, illetve a tagság azért aktívan részt vett különböző rendezvényeken. Nagyon sok edzésmunkával, nagyon sok mindent sikerült ebben az egy évben elérni. A taglétszámunk az eredeti alapító 10 fő után most már 48-nál tart, tehát ez is egy, én úgy gondolom, hogy szép siker, és talán egy motiváció is az emberek számára, hogy egyre több embert látnak ebben az emblémás pólóban futóversenyeken, illetve itt a város különböző részein bicikli úton, illetve a tó körül futni, és egyre többen érzik úgy, hogy nekik is tenni kellene valamit az egészségért, és egyre többen csatlakoznak, és reményeim szerint azért ez a szám ez bővülni fog a 48 fölé is. Szóval egyre többen csatlakoznak ehhez a dologhoz, úgyhogy ez számunkra a legfontosabb és a legnagyobb sikerként ezt éljük meg, hogy megváltoztatjuk az embereknek az életét. Ugye itt nem egy sportáról beszélünk Önökkel kapcsolatban, hanem legalább kettőről, sőt, inkább háromról, ugye kevesen tudják talán, hogy a futás mellett a kerékpáros sporttal is foglalkozunk aktívan, illetve a tagjaink, inkább így mondom, illetve hát nagyon sok triatlonista van közöttünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy hála Isten ez az egyik sportág vonza a triatlonon keresztül a másikat. Ugye az elején a szervezők között az Ironman teljesítő Móricz Vilmos és a fél Ironman teljesítő Maier Tamás Bluzsakata mellett egyre több ember kezdi el kipróbálni rövidebb távokon ezt a sportágat, a triatlont, és egyre többen kapnak kedvet a futók közül a biciklizéshez, és egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy tényleg a triatlon mind a három ágát műveljék. Tehát próbálják Önök is bővíteni a palettát? És... Így van. Tehát nagyon sok olyan tagunk van, aki úszó eseményeken is jeleskedett, hiszen a Balaton átúszáson is többen, így saját magam is, tehát többen részt vettünk, illetve volt olyan úszó esemény, ahol a Velencei tónál 1500, illetve 3000-6000 méteres távokon úsztunk, ami azért én azt gondolom, hogy szép teljesítmény. Önök uram, hogy említette, reméli, hogy fog bővülni a taglétszám. Akkor mondjuk el itt most azt, hogy lehet Önökhöz csatlakozni. Korra nem befelekedetre való tekintettel, ahogy szoktál mondani. Hát így van, vagy ezekre tekintet nélkül inkább. Igazándiból én azt gondolom, hogy az alapító tagokat, hogyha valaki megkeresi, akkor ez az egyesületi szervez fel fogja venni az újonnan csatlakozni kívánt tagokat. Tehát nem különös olyan teljesítmény, vagy olyan nagy összegű befizetés nem szükséges ahhoz, hogy valaki tagja legyen ennek a csapatnak, hogy ne lehetne ezt vállalni. Amit mi szeretnénk kérni minden tagunktól az, hogy az egyesületi pólót azt kezdje el használni rendszeresen, és egy picit a mi marketing munkánkat, marketing tevékenységünket segítse meg, és hogyha ne adja Isten kedvet kap ahhoz, hogy valamilyen rendezvényen induljon, akkor az egyesületi rublikába írja be, hogy Tovafutók SE. Van-e valamilyen feltétel a csatlakozásnak? Értem az alatt azt, hogy valamilyen különleges speciális felszerelés, vagy kerékpár, vagy bármi kell rendelkezni, és
mivel? Igazándiból én azt szoktam mondani, hogy a futás az a legegyszerűbb ebben a triatlonos dologban, hiszen a futás az tényleg semmi más, talán mondhatjuk, hogy semmi más nem kell, csak az, hogy valaki elkezdje rávenni magát arra, hogy rendszeresen eljárjon futni, edzeni. Aztán az, hogy van egy jó futócipője, az mondjuk már külön jó dolog, hiszen a betonon való futás azért az ízületeket jelentősen igénybe veszi. De az, hogy valaki rendelkezik egy speciális kerékpárral, mondjuk egy triatlon kerékpáros rész teljesítéséhez, én azt gondolom, hogy az Egyesületnek semmilyen szinten nem célja az, hogy itt most profi sportolókat képezzen. Igazán a mi számunkra azok az amatőr versenyzők a legfontosabbak, talán mondhatom így, akik messziről jönnek, de aztán mégis a kitartó munkának a következtében elérnek valahova. Tehát, hogyha azt nézem saját példámon keresztül, hogy a 140 kilós jelentős túlsúlyos személyiségből sikerült eljutni oda, hogy most már tényleg többszörös maraton teljesítőként mondhatom azt, hogy már elkezdek azzal foglalkozni, hogy akkor milyen idő alatt futom le ezt a félmaratoni vagy maratoni távot, akkor igazándiból azt mondhatjuk, hogy az út maga az, ami fontos, és nem az, hogy valaki milyen idővel ér be egy versenyre, vagy hogy mennyire profi felszereléssel, neopréruhával, kerékpárral rendelkezik, hanem az, hogy mozogjon, és az, hogy a saját örömére, vagy a családtagjának az örömére teljesítsen egy ilyen kihívást. Miben, mivel tudja segíteni a tagokat, akik önökhöz csatlakoznak? Igazándiból túl azon, hogy jó egy közösséghez tartozni, tehát az ember társas lényként szeret azért tartozni valahova, és ez a kis egyesületi póló, ez kifejezi ezt a valahova tartozást. Túl azon igyekszünk a kapcsolatrendszerünkön, a támogatóinkon keresztül olyan kedvezményeket kiharcolni, ami a tagok számára is előnyökkel jár. Itt több olyan üzlet van már Ajkán is szerencsére, illetve másutt is, ahol a tagsági kártya felmutatásával kedvezményhez jutnak. Meg feltételezem, hogy azért itt az edzés munkában tanácsokkal el tudják látni, akik önökhöz fordul. Természetesen, tehát azzal együtt, hogy sem én magam nem vagyok edző, sem az alapítók közül tulajdonképpen igazi kifejezett edző nincsen, de a saját tapasztalatainkat át tudjuk természetesen adni, és az egyesületi létszám bővülés azért hozott olyan profi embereket ebbe a csapatba, akik igazándiból erre az oldal, tehát erre a részre is tudnak majd jól válaszolni, és mit mondani, hiszen az egyesület úgy tűnik, hogy jövőre ki fog bővülni egy profi szakosztállyal, tehát Király Csaba edző nevét emelném itt ki, aki a veszprémi kitérő után újra Ajkai Színekben a Tovafutók Egyesület profi szakosztályaként újra meg fog tudni jelenni. És nyilván azok a fiatal atléták, akik a Csaba kezei alól kikerülnek, azok igazán profik lesznek, de én nem gondolnám, hogy Csaba elzárkozna attól, hogy bárki olyan versenyzőnek is tanácsot adjon, aki nem profiként szeretne, hanem csak egy egyszerű amatőr teljesítőként elindulni egy-egy versenyen. Van-e valamilyen hely, edzőterem, ahol összejönnek mondjuk erőléti edzéseket folytatni, van-e valami konkrét központjuk? Igazándiból ilyen jellegű edzőtermünk, ha úgy tetszik, nincsen. Talán nem is szerepel a terveink közül, hogy erre szeretnénk rámenni. Ugye a mi általunk edzett távolságok, illetve a versenyek, amelyeken megjelenünk, azok mind hosszú távú versenyek, tehát a futásban is, illetve a triatlonban is hosszú távokban gondolkodunk, és a hosszú távfutóknak általában, meg a hosszú táv triatlonistáknak általában az edzőterme az a természet, meg a bicikliút Ajka és Padrak között, meg Ajka és Rendek között, meg a tó 22-szer körbe futva, tehát igazándiból én magam például kifejezetten unalmasnak tartom a futógépen való futást, és hogyha csak... Na, egyébként erre gondoltam. Igen, tehát én próbálom elkerülni, bár kétségtelen tény, hogy azért a téli időszakban biztos, hogy lesznek majd olyan helyzetek, amikor tényleg nem lehet kimenni, de az a helyzet, hogy én azért egy szemerkélő esőtől, vagy egy kis szállingozó hótól nem szoktam megijedni, és olyankor is el szoktam azért indulni. Elnök úr, egy dologról nem beszéltünk még, pedig Monte Cuculi után szabadon mindez három dolog kell, pénz és pénz, ugye? Említette, hogy vannak támogatóik, anélkül, hogy konkrét neveket mondanánk, mert ugye ez nem a reklámhelye.
mennyire tudnak valóban szponzorokat szerezni egy nagyobb esemény részén, amit önök rendeztek ugye itt egy hatalmas esemény a tó körül. Mennyire könnyű, mennyire széles körű az önök támogatottsága? Hát a helyzet az, hogy Monte Cuccoli valóban értette a dolgát, és akkor, amikor azt mondta, hogy pénz, 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 akkor maximálisan igaza volt. Az a helyzet, hogy nagyon nehéz támogatókat szerezni. Tehát a mai világban mindenki próbálja azt a forrást, amivel rendelkezik, azt megőrizni a saját céljaira, és nagyon nehéz olyan támogatókat találni, akik pénzzel segítik a mi munkánkat. Ugyanakkor az is fontos, hogy nagyon sok támogatást kapunk, tehát itt Ajka Városi Önkormányzatát is ki kell emelni, de másokat is természetesen, akik a rendelkezésre álló eszközöknek az átadásával, térítésmentes átadásával segítenek bennünket. És természetesen ez sem lebecsülendő, sőt, hát hogyha belegondolok abba, hogy például budapesti futóversenyeken mekkora horrorisztikus összegeket elkérnek a közterületeknek a használatáért, akkor azt gondolom, hogyha ez az önkormányzati szándék, ez a jövőre, 2016-os évben is megmarad, meg hát reméljük a későbbiekben is, akkor nekünk ez is egy hatalmas nagy segítség. Aztán elkezdik felismerni a cégek egyébként, úgy látjuk, hogy elkezdik felismerni a cégek ennek a marketing részét és a marketing értékét, hiszen azok a versenyzők, akik utána hosszú hetekig a versenynek a hivatalos pólójába jártak, azok maguk is egy marketing felületté váltak, hiszen ahogy rajtam is az egyesületi emblémával ellátott futópóló van, úgy ezek a versenyzők, akik ezen a versenyen részt vettek, mutogatták a környezetüknek, ide a szó pozitív értelmében természetesen, hogy ők ezen a versenyen elindultak, ezen eredményesen teljesítettek, és hát a cégeknek, a támogató cégeknek az emblémái, a logói, a feliratai, azok természetesen itt megjelentek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy azért a 2016-os rendezvényre is sikerül majd támogatókat szerezni. Egy pozitív hírről be is tudok számolni, ez pedig azt lehet mondani, hogy azért kellő előkészültségi százalékban van ahhoz, hogy tudjunk róla beszélni. Az egyik helyi kerékpár üzlet a kerékpáros távot teljesítők számára tombolatárgyként egy több százezer forintos országúti biciklit ajánlott fel. Tehát én azt gondolom, hogy megmozdulnak szépen a helyi erők is, helyi cégek is, és nagyon reméljük, hogy azért sikerül majd összekalapolni és összejárni annyi támogatást, mint ahogy a 2015-ös évben is ez sikerült. Ennek úr, akkor ehhez kívánunk további jó munkát és sok sikert. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!